Elkészült az úgynevezett kerékpáros technikai pálya, a bicikliket pedig már a versenyhez készítik elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság munkatársai a Nyíregyházi Vizsgacentrumban. Az idei kerékpáros iskola kupa megyei döntője elméleti versenyszámmal, kressz feladatok megoldásával kezdődött, melyben egymás után vettek részt a kerékpáros, robogós és autós versenyszámokban induló diákok. Ugye a verseny az két részletből áll, az elméleti, illetve a gyakorlati versenyszámból. Az elméleti számmal ugye kresztlapot kell kitölteni, ott az elméleti ismereteket, szabályokat kérdezik meg tőlük, abban versengenek a középiskolások. A másik része pedig a gyakorlati számok. Ott kerékpárral, mopeddel, illetve személygépkocsival mérik össze a tudásukat. Vajtó Levente a verseny megnyitóján elmondta, évről évre egyre többen vesznek részt a megmérettetésen, az idei döntőbe itt 16 megyei középiskolai csapat jutott be. Középiskolásoknak szól ez a kupa, és hogy mi a célja, mit fogalmaz, meg milyen üzenetet hordoz, az eleve a nevébe benne van. Ugye közlekedés biztonságáról beszélünk. Ugye a középiskolások olyan korba lépnek a középiskola elkezdésével, amikor már gépi meghajtású járműre is szereznek vezetői engedélyt, jogosítványt, így tevékeny részesei lehetnek a forgalomnak. És hogy mit üzen nekik ez a verseny? Ugye a közlekedés az a szabályok megtartásáról, a szabályok is kellő ismeretéről szól. Ugye a másik üzenete a biztonság, hogy hogyan tudunk biztonságosan közlekedni, nem merészen, nem bátran, amit szoktunk is mindig mondani, hogy a közlekedésben a bátraknak mi is szerencséjük. A kupa döntőjének három versenyszámából egy-egy versenyző jut tovább az országos döntőbe, így az első helyezett kerékpáros, robogós és autós számokban induló képviselheti megyénket a májusi megmérettetésen.